A kora reggel munkába siető vásárlók igényét már ki kell elégíteni. Az áruház nyitvatartási idejét a közönség áramlás figyelembevételével kell meghatározni. A nyitvatartási idő ad lehetőséget a vevőnek arra, hogy vásárlásait lebonyolítsa. Ennek zavartalan ellátására számos munkafolyamatot kell elvégezni. Első munkamozzanat a megrendelt és beérkezett áru átvétele és adminisztrálása. A kenyér, pékáru, tej, tejtermék jelentős része közvetlenül az elárusító helyiségbe kerül. A tőkehúst először átveszik, mérlegelik, majd az előkészítőben szeletelik, darabolják, és előre csomagolják, vagy a hűtőtérben raktározzák. Az ömlesztett áruféléket előre csomagolják. És megfelelő időben kell gondoskodni az iparcik raktárban is a feltöltés előkészítéséről. Közben már a csemegeáruk osztályát is fel kell tölteni. Az árufeltöltést az áruház dolgozói végzi. A korszerűen csomagolt áru viszont önmagát kínálja. A kiválasztás és vásárlás pedig a vevőre hárul. Ezekkel a módszerekkel tovább növelhető a bolti dolgozók munkahatékonysága. Az értékesítés folyamata az elszámoltatással fejeződik be. A pénztáros a kiválasztott árukról pénztárgéppel számlát készít, az ellenértéknek megfelelő pénzt átvesz, és a visszajáró apró pénzt visszaadja. A vásárlás után a vevő szívesen fogyaszt el egy kávét vagy süteményt. Ezért célszerű az ABC áruházaknál büfét is létesíteni. Nem feledkezhetünk meg a takarítás, göngyölegrendezés, a fűtés műveletének alkalmas időben történő elvégzéséről sem. Az értékesítő munka zavartalansága érdekében a szükséges munkaerőt ezekhez a kiegészítő műveletekhez is biztosítani kell. A forgalom erőssége változó, egy-egy üzemelési nap és egy héten belül, a hétvégi napokon pedig a legerősebb.
Éppen ezért például az árubeszerzéseket is ennek megfelelően kell ütemezni. A hétvégi csúcsforgalomra megfelelő létszámmal részmunkaidejű dolgozók és nyugdíjasok beállításával kell felkészülni. A nem csúcsforgalmi időben viszont a bolti dolgozók foglalkoztatását kell megoldani, különben az üzlet egyes költségei nagyon kedvezőtlenül alakulnak. A munkaerő átcsoportosítás egyik módja a forgalomtól függően, ha az eladó térből a raktárba, vagy a raktárból az eladó térbe irányítják a dolgozókat. Egyik pénztáros például kapcsolt munkafeladatot lát el. Az áru feltöltés és beszerzés igényét állapítja meg. Másik mód, hogyha egyenlőtlen munkaidővel szervezzük meg a dolgozók foglalkoztatását. Így az egyik dolgozó csúsztat, a másik viszont csak 4 órás munkaidőt dolgozik. A konyhakész zöldségfélék beszerzését előre csomagoltan például más TSZ-ektől vagy állami gazdaságoktól szerzik be, és ezzel a munkaigény csökken. A kereskedelmi egység jó munkáját elsősorban a jó szakképzettséggel rendelkező dolgozók biztosítják. A begyakorlott, még nem szakképzett dolgozók irányítás mellett jól hasznosíthatók az értékesítő munkában. A 4 órás alkalmazottakkal és diákokkal viszont a csúcsforgalom munkaigényét oldhatjuk meg. Nagy segítséget jelenthetnek a szakmai gyakorlattal rendelkező nyugdíjasok. A különböző segédműveletekre szakképzetlenek is beállíthatók. A csemegepult munkájához, a büfé ellátására szakképzettség és nagy gyakorlat is szükséges. A vevőtéri felügyeletet végző dolgozó is árufeltöltéssel vagy áruajánlással foglalkozzon. A jó pénztárost széles ár és áru ismeret a pénztárgép kezelésében is nagy gyakorlat jellemzi. Ő az áruház egyik kulcsembere. Az üzletvezetőt a széles szakmai ismerete és kereskedelmi gyakorlata teszi alkalmassá az irányításra és a vezetésre. A kedvezőtlen munkafeltételek, a rossz, gondatlan, szakszerűtlen munkamódszerek, a húzat,
veszélyeztetik a dolgozók egészségét. A megbetegedés, üzemi baleset, munkaerő kiesést jelent, és ez a legjobb munkaszervezést is felborítja, zavarokat okoz az üzemeltetésben, mindezek megelőzése is a jó vezető feladata. A munka összefogása, a dolgozók továbbképzése teszi teljessé az ABC Áruház színvonalas értékesítő munkáját.